várják a kiírást. Cégekkel együtt pályázhat az egyetem az EU-s forrásokra. Két napon át nyílt nap volt a Keróban. Nem csak a fiatalok, hanem a szüleik is tanulhatnak szakmát. Eddig 100 pécsi családnak segítettek. Önkénteseket toboroz az Otthon Segítünk Alapítvány. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják október 20-án, kedden. Tartsanak velünk! Félmilliárd forintos csapadékcsatorna fejlesztést hajtottak végre Pécsett. Girály János alpolgármester ezügyben tartott keddi sajtótájékoztatóján elmondta, lezárult az 517 millió forintos EU-s társfinanszírozású beruházás, amelynek során 15 kilométernyi új vezetékhálózat épült ki azokon a helyeken, amelyek korábban a csapadékvízelvezetési rendszer legkritikusabb részeinek számítottak. A projekt jelentőségét jól jelzi, hogy ez a 15 kilométernyi új vezeték szakasz a 300 kilométernyi városi csatornahálózat mintegy 5%-os bővítését jelenti. A város saját forrásból is áldozott a rendszer hatékonyabbá tételére, így Kovács-telepen a 60 millió forint értékű munkálatok során 700 méternyi út és 1200 méternyi járda bulkolat javítását is elvégezték. A tervek szerint 300 millió forintos keret áll rendelkezésre 2018-ig. A Kovács-telepi fejlesztésen kívül 86 millió forintos saját forrásból kívánja modernizálni például Közép-Dánydol a Magyarőrgi út a Rigóder környékén található vezetékhálózatot. Hamarosan megjelennek azok az új pályázati lehetőségek, amelyeket a 2020-ig tartó EU-s pénzügyi ciklus forrásaira ír ki a kormányzat. A tervek szerint a rendelkezésre álló mintegy 8000 milliárd forint 70%-ra 2018-ig megjelennek a sikeres pályázati feltételeket részletező dokumentációk. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara innovációs osztályvezetője kiemelte, az új ciklus fontos változást hoz. Az egyetemnek tudásközpontok a piaci élet szereplőivel összefogva indulhatnak csak, így biztosítva, hogy a kutatási fejlesztési eredményekből minél több piacképes áru lehessen a következő években. Jelenleg olyan kutatásfejlesztési pályázatok vannak kiírva, ami már előre mutat a rendszert illetően, hiszen olyan pályázatokat írtak ki, amelyekben a cégeknek és az egyetemeknek, tudásközpontoknak együttműködve kell pályázni. Ez ugye azt a célt szolgálja, hogy az ipar és az adott egyetem az végre egymásra találjon, hogy a technológia transfer folyamatok azok ne íróasztal és íróasztal között történjenek, hanem vállalkozási és egyetemi kutató között. A Pécsi Tudományegyetem is elképesztő aktivitást fejt ki ez ügyben, a kamara pedig szervezi azokat a nagy vállalkozásokat, akiknek értelmes, előkészített fejlesztési javaslata van, fejlesztési ötlete van, és a Pécsi Tudományegyetem kapacitásával összekapcsolható. A legnagyobb közösségi oldalon jelentette be a Városháza alján eddig működő étterem és bár, hogy befejezi működését, írja a Pécs Ma. Mint ismert, a Murphys hosszú ideje nem fizetett bérleti díjat. A felszámolás alatt álló Corner Pub idén áprilisig 30 millió forint hátralékot halmozott fel, ezt követően pedig havonta 970 ezer forint úgynevezett használati díjat szeretne az önkormányzat érvényesíteni a helység kiürítéséig. Az önkormányzat ennek érdekében peres eljárást indított a társasággal szemben. Alig két hónapja, augusztus végén pedig a rendőrök segítségével pakoltatták el a Murphys Pub Király utcára kirakott asztalait és székeit, miután a városvezetés megunta, hogy az étteremnek már réges-régen nincs szerződése arra, valamint a Biocomnak sem fizette be idén április vége óta a kipakoláshoz szükséges előkert és közterületfoglalási díjat. A szigorú intézkedés akkor a Murphys Pubot üzemeltető cég másik két Király utcai éttermére is vonatkozott, a Massimóra és a Dómra. A Pécsi Tudományegyetem 2005 óta elsőként a hazai felsőoktatási intézmények között támogató szolgálatot működtet, mivel több száz speciális képzési igényű hallgató tanul itt. Az intézményben képzett szociális szakemberek segítik a hallgatók mindennapi életvitelét. A szolgálat 10 éves jubileuma alkalmából konferenciát rendeztek a Pécsi Tudományegyetemen,
Értetek veletek, avagy az Érzékeny Egyetem címmel. Bódis József az egyetem rektora a konferencián hangsúlyozta. A Pécsi Tudományegyetem egyik legfontosabb stratégiai célja a fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének javítása, amit meg is fogalmaztunk az Érzékeny Egyetem koncepciónkban. Ennek keretében mindent megteszünk a Pécsi Egyetemen annak érdekében, hogy a speciális képzési igényű hallgatóink minél teljesebb értékű életet élhessenek, hangsúlyozta a rektor. Pályaválasztás előtt álló fiataloknak és szüleiknek rendeztek nyílt napokat Pécsett a Keróban. A Pécsi SC Kereskedelmi Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája filmvetítéssel és előadásokkal, valamint különböző szórólapokkal igyekezett felkelteni a 8-osok és szüleik figyelmét a különböző szakmákra és a felnőtt képzési lehetőségre is. Éppen a szakmákról kapnak tájékoztatást vetítés formájában a Keróban összegyűlt 8-os tanulók. Októberben még időben válogathatnak a szakmák közül. A pályaválasztási nyílt nap célja a 9-es tanulók beiskolázásának segítése, tájékoztatás a képzési lehetőségekről. A Keró a beceneve az iskolának, kereskedelmi képzéseink vannak, de emellett a vendéglátás is nagy számban részt vesz a képzések körében. A legnépszerűbb szakma, bármilyen meglepő, az a szakács és a cukrász szakma, tehát erre a szakmákra nagyon sok tanuló kíváncsi, érdeklődő van. Olyan szinten is, hogy nem csak 9. osztályba jönnek szakács és pincértanulók vagy cukrásztanulók, hanem érettségizettek is. A 11. osztályban a 2 éves képzésünkbe jelentkeznek. A kétnapos nyílt nap érdekessége, hogy nem csak a diákoknak, hanem szüleiknek és idősebb érdeklődőknek is tudnak tájékoztatást adni a különböző felnőtt korban végezhető szakmákról, amelyek ingyen tanulhatók. Miközben a mai nyílt nap, amit itt a Kereskedelmi Szakképzőiskolában tartanak, az elsősorban, mondhatom, kizárólag 8-osoknak szól. Ők tudják, hogy például azokat a szakmákat, amiket hagyományosan ebben az iskolában tanulhattak eddig is, arról kapnak majd tájékoztatást. Én azért tartottam fontosnak ezt a lehetőséget megragadni, hogy erről beszéljek, hogy a szülők is értesüljenek róla, hogy bizony ők is tanulhatnak, ha ez kedvük, vagy akár a kényszer úgy hozza, hogy erre szükségük van. A két nap alatt az idegenforgalmi tagozat, majd a kereskedelem, a vendéglátás, az egészségügy és a pedagógiai tagozatok mutatkoztak be délutánonként. Az imént látott témához kapcsolódik mai vendégünk, Janovics László, aki szeretettel köszöntök, szakképzési vezető a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál. Jó napot kívánok! Itt van az ősz, a pályaválasztás kapcsolatosan számos rendezvény szervez a kamara, amire ugye a 8-at végzett fiatalok mehetnek, érdeklődhetnek. Milyen hiányszakmák vannak most? Mi az, ami leginkább hiányzik? Igen, először is azzal kezdeném, hogy valóban ősszel ez egy hangsúlyos feladata kamarában a munkatársaimnak, hogy eljussunk azokba az iskolákba, ahol most a végzős fiatalok azon gondolkodnak, hogy mit fognak csinálni jövőre. Itt elsősorban a 8. osztályosokról van szó, illetve szó lehet akár a gimnáziumban most végzős tanulókról is, mert nyilván aki gimnáziumban ment, azt föltételezzük, hogy azért ment, hogy valami jó egyetemre jelentkezzen, de lehet, hogy a gimnázium utolsó évére kiderül, hogy ez nem egy reális cél, és akkor elgondolkodik azon, hogy akkor valamilyen szakma tanulása irányába lehet tájékozódni. Miért érdemes szakmát tanulni, mivel tudják bevonzani a fiatalokat, érdekesíteni az adott szakmákat? Nagyon érdekes, hogy a munkaerőpiacon azt tapasztaljuk most, hogy a szakmák iránt van a legnagyobb kereslet, a szakmunkások iránt van a legnagyobb kereslet. Ezért a jogalkotó úgy módosította a jogi szabályt. Egyrészt bevezetésre került ez a duális képzés. A duális képzésnek nagyon röviden az a lényege, hogy a szakmunkás tanulók az első évben a 9. osztályban az iskolában megtanulják a szakma alapjait, tesznek egy szintvizsgát, és aki sikeres szintvizsgát tesz, az a hátralévő szakképzési időben, a hátralévő 2 évben tanulószerződést köt valamely
céggel, és a gyakorlati képzése annál a cégnél folyik, ahol akivel tanulószerződést kötött. Tehát gyakorlati szerződés 10.-11. osztályban az iskolában nem történik. Tehát ilyen módon a gazdaság szereplői átveszik a gyakorlati képzésnek a feladatát. A tanulószerződés az azt jelenti, hogy egy olyan 19-20 ezer forint közötti összeget kap a tanuló, az alatt, az időtartam alatt, ez 2 évre, amíg a tanuló szerződése él, és ez jogszerző időnek számít a fiatalember vagy a hölgy számára. Említette a hiány szakmákat. A múlt héten jelent meg az a kormányrendelet, amely felsorolja, hogy melyek a hiány szakmák. Annak a kormányrendeletnek a mellékletében megyénként vannak meghatározva, mert ez megyénként eltérő lehet. Ott meg lehet nézni, hogy Baranyában melyik az a 15 szakma, amely szakma választása esetén a tanuló ösztöndíjra jogosult. Ez azt jelenti, és ez az ösztöndíj, ez a tanulmány eredménytől függően 10 és 30 ezer forint között lehet. Ez azt jelenti, hogy ha valaki választja mondjuk a gépi forgácsoló szakmát, ami benne van a 15 között, és jó tanulmányi eredménye van az iskolában, tehát mondjuk 4,5, vagy a fölötti átlaggal rendelkezik, akár 30 ezer forint ösztöndíjat is kaphat. Ha most ezt a kettőt összevetem, és azt mondom, hogy van egy tanuló szerződése, amit kap a cégtől, ahol tanul, ami 20 ezer forint. Van egy ösztöndíja, ami 30 ezer forint, mert jó tanuló, akkor az a 16-17 éves fiatal, aki egy hiány szakmát választ és szakképzésben tanul, akkor akár nettó 50 ezer forintot is haza tud vinni. Ezt talán érdemes megfontolni azokban a családokban, ahol ez az nettó 50 ezer forint, ez számít. Hiány szakmák, milyen hiány szakmák vannak? Nagyon sokféle, tehát 15 hiány szakma van. Én ahelyett, hogy felsorolnám most ezeket, valószínűleg nem tudnám most fejből mind a 15-öt hiánytalanul felsorolni. Én azt javaslom a kedves tévénézőknek, hogy kattintsanak rá a pályaválasztásbaranya.hu honlapunkra, és ott megtalálják mind az összes hiány szakmát, mindazt, amit most az előbb elmondtam a tanulószerződésről és az ösztöndíjas lehetőségekről. Ezek a pályaválasztási rendezvények, ezek lehetnek olyanok is, hogy a kamarától szakemberek kimennek iskolákhoz, és ott tulajdonképpen propagálják, népszerűsítik az adott szakmákat. Ez mennyire jön be, mennyire van ennek sikere, mennyire tudnak az iskolák erről a lehetőségről, és mennyire hívják önöket? Igen. Mi minden általános iskola igazgatójának küldtünk egy levelet, és felajánlottuk azt a segítségünket, hogy amennyiben hívnak bennünket, örömmel elmegyünk szülőértekezletre, osztályfőnöki órára, tantestületi értekezletre, és szívesen beszélünk arról, hogy nekik mit kellene mondani a gyerekeknek, a szülők, a szüleiknek, hogy mik azok a pályaválasztás témájában azok a kérdések, amelyekről érdemes elgondolkodni, vagy ahol föl kell tenni azokat a kérdéseket, amikre jó válaszokat kell adni. Hát az a tapasztalatunk, hogy vannak olyan iskolák, ahol ezt a feladatot magukra veszik, és érzik a felelősségüket abban, hogy mi lesz azokkal a gyerekekkel, akik az ő iskolájukban, az ő osztályukban járnak. Míg vannak olyan iskolák, ahol ezt kevésbé tartják fontosnak, és oda nem hívnak bennünket sajnos. Szóróanyagokkal, egyébként milyen módon tudják magukat eladni, vagy reklámozni? Vannak szóróanyagaink, készül a pályaválasztási tájékoztató. Ehhez a szülők, iskolák hozzá szoktak, hogy az elmúlt években nyomtatott formában megjelent az a pályaválasztási tájékoztató könyv, amely leírta, hogy a Baranya megyében mely iskolákban milyen szakokon indul 2016, vagy a következő szeptemberben képzés. Most idén arra nincsen lehetőségünk, hogy ezt nyomdai úton előállítva juttassuk el a szülőkhöz, de dolgozunk rajta, és nagyon remélem, hogy november közepére elektronikus formában elkészül, és akkor a honlapunkra föl fogjuk tenni, tehát a pályaválasztásbaranya.hu vagy a pbkik.hu honlapon elérhető lesz, és ott tájékozódni fognak a szülők is és a gyerekek is.
Janovics László, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. Önkéntesek jelentkezését várja az Otthon Segítünk Alapítvány pécsi szolgálata. A szervezet pécsi kisgyermekes családoknak segít. Olyan jelentkezőket várnak, akiknek van szülői tapasztalata és részt vesznek a novemberben induló 40 órás képzésen. Ezeken a felvételeken az Otthon Segítünk Alapítvány egyik pécsi önkéntese látogatja meg a rábízott családot. Az önkéntesek játszanak, sétálnak a gyerekekkel, ha kell, besegítenek a házi munkába, vagy elkísérik az édesanyát az orvoshoz, hivatalokba. 2-2,5 éve, akkor végeztem el a tanfolyamot, és azóta is csak kellemes és jó tapasztalataim vannak, én nagyon szeretem csinálni. Az Otthon Segítünk Alapítvány pécsi szolgálata 2003-ban alakult. Olyan családoknak ajánlják fel segítségüket, ahol legalább egy iskoláskor alatti gyermeket nevelnek. Az önkéntesek heti egyszer 3-4 órát segítenek a családoknak. Vannak várakozó családjaink. Minden önkéntesünk most 2 családhoz is jár, tehát elkér most már egy új toborzás. És eddig 100 családnak segítettünk Pécset, és több mint 50 képzett önkéntesünk van, akik nem mindenki dolgozik, mivel hogy az önkéntességbe ez fér bele, hogy akkor tud segíteni, hogyha ő magának van fölösleges ráérő ideje. Olyan önkéntesek jelentkezését várja az Otthon Segítünk Alapítvány pécsi szolgálata, akiknek van szülői tapasztalata, és részt vesznek a felkészítő képzésen. Az idei 40 órás képzés novemberben indul. A Cegléd elleni vasárnapi bajnokin megsérült a Peac Pécs női kosárlabda csapatának fiatal szerb centere Dragana Stankovic. A játékost már a második negyed elején elveszítette Roberto Hernández együttese, amikor egy labdáért harcolva rosszul lépett, és ezt a bokája bánta. Miután a pécsi csapat épp a magas posztokon sebezhető, nagyon rosszul jött ez a sérülés mind a ceglédi bajnokit, mind a folytatást illetően. A Peac Pécs október 24-én szombaton a Beacot fogadja, majd 29-én a cseh Nymburknál vendég szerepel az Európa Kupa nyitányán. Híradónk végén főbb témáink egy-egy mondatban. Várják a kiírást, cégekkel együtt pályázhat az egyetem az EU-s forrásokra. 2 napon át nyílt nap volt a Keróban. Nem csak a fiatalok, hanem a szüleik is tanulhatnak szakmát. Eddig 100 pécsi családnak segítettek. Önkénteseket toboroz az Otthon Segítünk Alapítvány. Önök a Pécs TV híradóját látták. Kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!